Sziasztok! Ma a Csángók földjére, a Gyimesekbe fogunk ellátogatni. A térségben egymást érik a hegyvidéki települések, meredek domboldalak, zöldelő legelők és sötét fenyvesek. Ezen a gyönyörű tájon működik egy tejfeldolgozó üzem, ahol különleges és egészséges finomságot is készítenek. Nagy szeretettel köszöntelek itt a Gyimesekben, pontosabban Gyimes középlakon, a Gyimes középloki Datros mezőgazdasági szövetkezet sajtfeldolgozó üzemében. Én Tankó Péter vagyok, jelenleg én vagyok az ügyvezetője ennek a szövetkezetnek. Itt a hátomnál, mint lássátok, történik a munkálat, a munkások készítik a finom gyimesi sajtot. Régen sok fejtörést okozott a kisgazdáknak a tej értékesítése, ezért azt találták ki, hogy együtt, közös erővel próbálják meg feldolgozni és értékesíteni a termékeiket. Hála Istennek ismét szép számban vannak olyan gazdáink, akik gazdálkodnak és ügyesen dolgoznak. Ismerjük meg a tej útját az üzemen keresztül. A tej a gazdáktól érkezik be ide a szövetkezetbe, és itt feldolgozódik, és innen késztermékként megy ki a fogyasztó. Az üzemben több terméket is készítenek, amelyek minőségére mindig gondosan figyelnek az itt dolgozók. Számukra fontos, hogy nem csak finomak legyenek az itt előállított termékek, hanem egészségesek is. Lássuk, melyek is ezek a termékek. Ebben a sajtüzemben a fő termékünk, ami a sajt, mellett gyártunk vajat, turót, ízesített sajtokat, és mint lássátok, vannak olyan vásárlóink, akik rendelésre kérnek ordát is tudunk gyártani. Idén itt fél évente vagy három havonta egy új terméket szeretnénk a piacra dobni. Most történtek meg az ízes sajtjainknak, ami kapros, csipős, köménmagos, agymás és édes paprikás ízesített sajtjainknak. Ahhoz, hogy a termékek ilyen finomak legyenek, fontos az is, hogy a beérkező tejet milyen tehenek adják. Biztosan tudjátok, hogy minél egészségesebben táplálkoznak a tehenek, annál egészségesebb lesz a tej is, amit adnak. Igen, jó minőségű szénalt, sarjut esznek az állataink, és ezt egy nagyon jó minőségű tejnek tartom én is, de nem csak én, hanem a fogyasztóktól is ezt a visszajelzést kapjuk. Éppen ezért ajánlja Péter is a tejtermékek fogyasztását. Bárkinek ajánlom a tejterméknek a fogyasztását, mivel ismerjük, hogy őseink húst nagyon keveset fogyasztottak, tejet fogyasztottak, tejterméket, elsősorban tejterméket és tejet. Azt tudtátok, hogyan készül az orda és miért jó a vaj fogyasztása? Az orda az a sajtnak egy mellékterméke, mert miután megtörténik a sajtnak az alvasztása, a savó eltávolítódik, és abból a savóból készül a finom, ízletes orda. A vaj viszont az egy 82%-os büszkén vajuk, egy 82%-os természetes, semmilyenféle adalékanyagot nem tartalmaz. Egy olyan vajunk van, amit még külön ajánlok minden gyereknek, minden felnőttnek, 10 óraira, vagy bármikor nyugodtan fogyaszthassátok, mert ez egy olyan vaj, vagy egy első osztályú. Úgy mondom, hogy már több helyről nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és nagyon szeretjük. Thank you.
film készült Hargita megye tanácsának megbízásából.